Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ez itt a Hollywood hírügynökség, és beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi épít fel egy katasztrófa filmet. Egy! A főszereplő mindig egy természeti vagy technológiai terror, ami az emberiség egy szeletét vagy egészét fenyegeti. Teszem azt. A család éppen nyugalomban, békességben nyaral egy karibi szigeten, amikor hirtelen szinte a semmiből rájuk támad egy bosszúszomjas húsevő sünhad! Igen, hogyha azt hiszitek, hogy ez röhelyes, nem láttatok elég filmet. 2. A másik főszereplő mindig a számítógépes technológia és a filmes trükkök. Igen, nem hiába a 70-es, illetve a 90-es évek elején lett nagyon népszerű ez a műfaj, ugyanis ebben a két időpontban fejlődött hirtelen hatalmasat a trükk technológia. Én valahogy úgy képzelem ezt a helyzetet, hogy szóval azt mondod, hogy ez a rengeteg új technológia végre nekünk is elérhető? Bázany? Akkor mire várunk? Csináljunk 300 filmet arról, hogy amerikai látványosságokat robbantuk fel! 3. Az emberek nagy többségében csak mellékszereplők ezekben a filmekben, mivel nyilvánvalóan a látvány és a monumentális érzés a legfontosabb, ezért a karaktereket gyakran nem dolgozzák ki eléggé. És én ezzel alapvetőleg nem is látok problémát. Nagyon helyes, meg tehetséges vagy John Cusack, de légy szíves, állj arrébb, mert végig akarom nézni, ahogy az óceán segre pacsit játszik a Fehérházzal. 4. A központi érzelm a pánik, és ami ezt enyhíteni próbálja, az a fiktív történetvezetés. Igen, azt hiszem ez igazából egyértelmű. Az ilyen filmekben nem igazán félünk, hanem pánikolunk. A robbanásszerűen elsúlyosodó helyzet miatt beleborondolunk a saját tehetetlenségünkbe. És ezt a kifejezetten zaklatott lelkiállapotot próbálják enyhíteni a film fiktív elemei. Igazából a néző mindig tisztában van azzal, hogy ez vagy nem történhetne meg, vagy ha mégis, lennének olyan karakterek, akik nem felelőtlenek és megoldják a helyzetet. Tehát például, mint a holnap után előtt egy nappalban, igazából az emberiség nem lenne olyan hülye, hogy nem hiszi el a tudósoknak, hogy a globális felmelegedés a végünket fogja okozni. Ugyan? Ezek tehát a katasztrófafilm definiáló pontjai. Most nézzünk meg egy olyan filmet, ami ezeket a pontokat teljes mértékben figyelmen kívül hagyja. A fertőzés. A történet szerint egy új és hihetetlen sebességgel terjedő szuper megfázás kezdi tizedelni az emberiséget. A film során végigkövetjük a társadalmi szféra különböző pontjaiból érkező és változatos felelősséggel bíró emberek reakcióját a fertőzésre és tetteit a kialakuló káosz közepette. Ez a film teljesen leszarja az én gondosan leírt katasztrófafilm definiáló rendszeremet. Meg is vagyok sértve. Mindettől eltekintve azonban egy nagyon-nagyon jó film, és nézzük meg, hogy miért. Na most a természeti katasztrófa megvan, és a pánik megvan. Ettől eltekintve azonban a tradicionális elemeket ez a film egyáltalán nem alkalmazza. Vizuális effektekre szinte egyáltalán nem költött. Ezt a pénzt megtartották ahhoz, hogy összeszedjék a világ legdurvább szereplőgárdáját. Legalábbis ebben a műfajban. Úgy értem, azt a mindenségét, és ráadásul mindenki nagyon jól szerepel. Matt Damon. Legalább két érzelmet többet közvetít, mint általában szokott. Lawrence Fishburne, tudjátok, az a nagyon vagány fekas srác, akinek az a nagyon gáz fehér srác neve van. Remekül hozza azt a tudós karaktert, aki akarva és akaratlanul is a fertőzés arcává válik. De személyes kedvencem Jude Law, aki remekül játssza azt a demagóg, öntelt, tömegeket manipuláló, de csak félig meddig művelt fehér blogger srácot, aki... Váltsál vissza! Aki gyakorlatilag ezt az egész katasztrófát egy üzleti húzásnak nézi. De a legfontosabb dolog, amiben felrúgja a tradicionális sémet ez a film, az az, hogy nincsen enyhítő elem. Ez a film nem simogatja meg a buksidat, a szemedbe néz, és kijelenti, hogy igen, az emberiség ennyire kiszolgáltatott. Igen, ez effektíve megtörténhet. Igen, sajnos az emberi fajban nincsen meg az az ösztön, hogy a közvetlen környezetén kívül az egész fajáért is felelős. És pontosan ezért ez egy nagyon komoly és kegyetlen film, de ebben rejlik az értéke is. Egy dolog nem tetszett nekem, és akkor itt igazából kirakjuk a kis ikont, mert ezt most elrontom a film végét, tehát hogyha még nem látod a filmet, akkor most húzd le a hangot, majd látod, mikor lehet visszakapcsolni, oké? Na, szóval nekem a végével az volt a nagy problémám, hogy ez igazából mind tudjuk, hogy nem így történne, az emberiség nem menekülne meg. Hogyha effektíve kitörne egy ilyen brutális járvány, nagy valószínűséggel kihalna a fajunk. És nyilván így nem lehet lezárni egy filmet, de ez azért hiányzott, ez a kis szikrányi őszinteség a végéből. Mindentől eltekintve azonban ez egy remek film. Tessék megnézni, kötelező jelleggel. Nyilvánvalóan egy olyan barátot vigyél el, aki szépen csöndben végig tud ülni 2 órát, és utána akár szívesen el is beszélget veled a film által felvetett problémákról. Igen, és vigyél egy péklapátot, mert biztos vagyok benne, hogy legalább egy ember a moziteremben elkezd majd hülyéskedni azzal, hogy... Rosszul érzem magam. Nem! Vicces! Nos, hát erről ennyit. Nézzük a rövid híreinket.
Egy másik film is a mozikba kerül ezen a héten, ez pedig a Három muskétes 3D. Én sajnos nem tudtam megnézni ezt a filmet, nagyrészt azért, mert egyáltalán nem érdekel. Úgy értem, hogyha a film promóciójának a legfontosabb eleme az az, hogy 3D-ben forgatták, az már alapvetőleg rosszat sejtett. Film készül Steve Jobs életéről. Ez nehéz lesz. Értem, hogy az ember ez egy remek feltaláló volt, és egy hihetetlen jó szónok, és egyszerűen csak egy király karakter, de igazából ami ebben az emberben zseniális volt, az az életútja. Úgy értem, feladták adoptálásra, és nem fejezte be az egyetemet. Ez két tiszta jelzés az univerzumtól, hogy te utcaseprő leszel. Pont! És erre Steve Jobs szembenézett a sorsával, és azt mondta, hogy ha-ha-ha, nem, enyém lesz a félvilág. És sikerült neki, és szerintem ez a legfantasztikusabb hátrahagyott érték a Steve Jobsnak, nem az iPhone. Erről kell filmet csinálni, ezt az üzenetet kell közvetíteni a felnövekvő generációknak, hogy srácok, hogy az univerzum kap be a faszomat, játszik veletek, röhögjetek az arcába, és sétáljátok tovább, ebben a világban minden lehetséges. Na de azért nézzük meg az utolsó hírünket. Kikerült az internetre az Avengers legújabb trélere. Az, ami a filmek végén volt? Nem. Az, ami az Amerika kapitány végén volt? Nem. Esetleg a kettőnek az össze... Maradjál már csöndben! Egy félig meddig vadi új tréler, ami egyszerűen csak... It is glorious! És ez a pár perc rengeteg kérdést vet föl. Mi azonban egyikkel se fogunk foglalkozni, mert baromira kifutottunk az időből. Kénytelen kelletlen egy saját videót fog kapni. De addig is, én Szilmai Gergely voltam. Jövő héten újra találkozunk. Sick!